Elnök úr, nagyon szépen köszönöm mindenek előtt, hogy befáradt a stúdióba. Egy frissen kinevezett régi új elnökről van szó, és ahogy itt a felvezetésben is mondtam, a magyarországi baptista egyház elnökéről. Engedje meg mindenek előtt, hogy a hívők, nem hívők, de leginkább a nézők nevében is sok szeretettel gratuláljak, és a csatorna nevében is. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget az önnel és a nézőkkel való találkozásra. Hosszú volt az út a második elnökségig? Én azt gondolom, hogy egyik oldalt nem, de másik oldalt meg nagyon. Hát nagyon sok minden történik 4 év alatt is, 1 év alatt is. Nemrégiben beszélgettünk itt a baptista egyházról, és nyilván szóba kerül ma is majd az önkéntesség, és egyáltalán, hogy mennyien vannak, mit dolgoznak, mert nem csak a baptista, hanem egyik egyház sem tartozik azok közé, amiről minden tudnak. Hát jó lenne minél többször beszélni róla, de először kezdjük azzal a személyes dologgal, hogy tulajdonképpen, ha szabad így fogalmaznom, mi az elnök dolga? Szóval milyen feladatai vannak az elnöknek? Egyrészt közösségépítő feladataink vannak, tehát, hogy kapcsolatot tartani a gyülekezetekkel, a lelkészekkel, a különböző szolgálatokban, intézményekben, vezetőkkel. Másrészt képviseleti feladata, tehát befele is és kifele is. Képviselni az egyházat, képviselni azokat az értékeket, amelyeket mi megértettünk, hordozunk. Manapság ugye bárhova nézünk az élet területén, nagyon divatos, és nem véletlenül divatos, az életpálya kifejezés, és ez vonatkozik most a pedagógusokra, az egészségügyre, katonákra, tűzoltókra, mindenkinek, vagy mindenhová, de például a lelkészi életpálya gondozása, az mit jelent? Azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy hogyan lép be valaki. Lelkész az nem egy munkát végez pusztán, hanem hivatásból kell, hogy végezze a munkáját. Igen. Tehát ennek megfelelően kell, hogy érkezzen. Ennek a felkészülésben is tükröződnie kell a teológiai tanulmányai során, másrészt aztán utána, ahogyan ezt végzi. A gyülekezetekben megbecsüléssel. Tudomásul kell venni, hogy egy lelkészi szolgálat az bizalomra épül. Bizalomra épül egyrészt az Isten bizalmára, hogy megbízik bennünk, hogy vállalhatjuk a szolgálatot, meg az emberek bizalmára, akikkel együtt szolgálhat egy lelkész. És természetesen a lelkipásztori szolgálatnak vannak buktatói, nehézségei is, ezekben is helyt kell állni. Hány gyülekezet van? 350 gyülekezetünk van szerte az országban. Magyarul, mindenhol, vidéken, Budapesten, mindenhol. Igen, különböző. Tudom, hogy átlagszámokat nem lehet mondani, de miután ilyen sok, persze mihez képest, de 350, akkor nyilván van kisebb, van nagyobb, de körülbelül, szóval honnan számít számottevő gyülekezetnek egy gyülekezet, függetlenül, hogy 5 tagja van, vagy 45? A Biblia azt mondja, hogy 2 vagy 3 összejönnek, Jézus ezt fogalmazza, akkor ő ott van velük. Tehát azt gondolom, hogy már ez a bibliai száma ennek, de a gyülekezeteinkben általában véve szórvány közösségnek mondjuk azt, ami még 20 tag alatti, és ezt követően, amik már e fölöttiek, azok tudnak igazán gyülekezetként működni. Most ezt azért is kérdeztem, mert a programjukban, amit úgy nagyjából megnéztem, van egy olyan is, és nem csak az életpályáról beszélünk, hanem hogy a gyülekezetek lelki egészsége. Ez olyan szépen hangzik, de hogy pontosan mit akar, azt azért nehéz rögtön elsőre megérteni. Egyrészt egy gyülekezetnek van egy funkciója, egy célja. Nem önmagáért vannak a gyülekezetek, a keresztény gyülekezetek és a baptista gyülekezetek is a világban, hanem hogy szolgáljanak és képviseljenek valamit. Akkor egészséges egy gyülekezet, ha ezt be tudja tölteni. Igen. Másrészt egészséges egy gyülekezet belül, akkor, hogyha például a generációk egymáshoz való viszonya egészséges. Azaz meg tudják élni mindenki a maga generációját. Egészséges egy gyülekezet akkor, hogyha a vezetés egészséges. Azaz, hogy olyan vezetők vannak, akik a helyükön állnak, vagy azok vannak ott, akiknek ott kell, hogy legyenek. Ez kölcsönös bizalomról van szó. Mindenféleképpen. Aztán például egészséges egy gyülekezet, hiszen keresztény gyülekezetről van szó, hogyha benne az a Krisztus tapasztalható meg. Ha valaki oda megy, akkor nem pusztán egy emberi társaságot fogod találni, hanem valami többet érzékel, és ez a több, ez valahol a jelenlevő, valóságosan jelenlevő, de mégis láthatatlan Krisztus.
Na most nem véletlenül kérdeztem én ezt, hogy hány gyülekezet van, akkor nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy körülbelül hány baptista van Magyarországon. Nehéz lenne egészen pontosan megfogalmazni. Vasárnapról vasárnapra mi találkozunk 20-25 ezer emberrel a gyülekezeteinkben, és természetesen ennél szélesebb kört elérünk az intézmény rendszereinken keresztül, és akikkel kapcsolatunk van, az már 100 000-es nagyságrend. Engedje meg, elnök úr, hogy csapongjunk egy kicsit, mielőtt még a programról, és tulajdonképpen itt az intézményekről, vagy éppen az oktatásról beszéljünk, hanem önről. Szóval annak idején, amikor iskolába járt, és már megmerítkezett, szóval egyáltalán a baptista hit előjött, akkor ez családi vonatkozás volt, vagy pedig úgy menet közben alakult ki? Én baptista családban nőttem föl. Ja, hát úgy könnyű. Ilyen értelemben egyrészt gyerekkoromtól kezdve szívtam magamban ezeket a dolgokat, sőt, ha úgy nézzük, harmadik generációs baptista hívő vagyok, hiszen a szüleimnek a szülei is azok voltak már. Ugyanakkor nagyon sok olyan lelkésztársam van, aki úgymond első generációs baptista, tehát akinek nem ilyen a háttere. Nekem így adta az Isten, ezzel együtt nekem is meg kellett küzdenem, hiszen nekem is döntenem kellett fölvállalni ezt az életstílust, fölvállalni ezeket a célokat, és azon belül megtalálni a saját utamat. Most feltételezem, hogy kitalálja, hogy mit fogok kérdezni. Kíváncsi vagyok. Család. Igen. A mostani családom is. Igen. Természetesen mi oda tartozunk a közösségünkbe. És tehát feleség, gyerekek, mindenki? Feleség, gyerekek, hívő emberek, hívők mindannyian. És a baptista gyülekezetekhez tartoznak, illetve a nagyobbik lányomnak a férje, ő egy másik keresztény közösségben van, ből való, de ő is hívő emberként harmonikusan élnek együtt. Mindjárt visszatérünk a baptista egyházra, de előzetesen még annyit, hogy a többi egyházzal milyen kapcsolatban vannak, és most csak Magyarországra gondolok, majd esetleg a külföldre is marad még idő. Jó kapcsolatban vagyunk, hiszen részei vagyunk az Ökumenikus Tanácsnak, alapító tagjai, és így a protestáns közösségben reformátusokkal, evangélikusokkal, metodistákkal, pünkösdiekkel, ortodoxokkal, másokkal szintén kapcsolatban vagyunk, és rendezett viszonyban vagyunk a Római Katolikus Egyházzal is, hiszen szoros kapcsolatunk van, egyébként éppen holnap Erdő Péter bíboros úr látogat el hozzánk. Hát ha már itt szóba kerültek a többiek, akkor feltételezem, hogy figyelemmel kísérik. Hát vagy netán együttműködnek, de lehet, hogy rosszat mondok, hiszen reformáció éve. Szóval Luther Márton kirakta ott azokat a pontokat, és hát erre országszerte készülnek, és ahogy én hallottam, nem csak a református egyház. Természetesen én is benne vagyok az Országos Reformáció Emlékbizottságban annak tagjaként. Ezt betaláltam. Úgyhogy ilyen szempontból teljesen találat, és mi is nagyon sok mindennel készülünk. Egyébként a baptista egyház, az anabaptista kötődésünkön keresztül mi is a reformációhoz kapcsoljuk magunkat. A reformáció három ágra ágazott szét, a lutheriből lett az evangélikus, a kálvini, zwingli irányból a református, és volt egy harmadik ág, ami talán kevésbé ismert, az úgynevezett anabaptistáknak a mozgalma, ami aztán letisztulva ebből lett a mai baptista egyház szerte az egész világon. Na akkor tekintsünk ki a világra, ha már szerte az egész Igen. világon. Én úgy tudom, hogy ön tagja olyan szervezeteknek is, amelyek nem magyarországi szervezetek. Természetesen a Baptista Világszövetség, az Európai Baptista Szövetségnek az egyházunk, és én magam is tagja vagyok, meg valamilyen szinten bekapcsolódom ezeknek a vezetésében is időről időre. Ezek nemzetközi szervezetek, valamint természetesen más egyéb keresztény szervezetekkel is szoros kapcsolatokat ápolunk. És akkor ez most azt jelenti, hogy ennek a most akármelyik nemzetközi szervezetnek a munkájába való bekapcsolódás, az azt jelenti, hogy annak a szervezetnek, hogy is mondjam, csak a gondolkodásmódját kell követni, vagy pedig a magyar országi baptista egyházat képviselni ott. A baptisták általában véve egy szövetségi egyház. Tehát szövetségi módon gondolkodunk, nem egy hierarchikus módon. Ennek megfelelően a gyülekezetek, önálló gyülekezetekből épül ki egy szövetségi módon egy egyház, és a világegyház is szövetségekből tevődik össze, akik a saját színüket, meggyőződéseiket tudják bevinni ebbe a közösségbe. Ilyen módon mi magyar baptisták teljesen szabadok vagyunk arra, hogy mondjuk a németekkel vagy a svédekkel
együtt egy asztal mellett, mi ott az Európai Baptista Szövetségen belül képviseljük azt, amit mi gondolunk itt a dolgokról, magyarok, magyarországiak. De ugyanez igaz a világ egyházra is. Akkor ezek szerint ott nincs egy olyasfajta vezető szerep, vagy egy olyasfajta gondolat, amit, hát most csúnya szót mondok, netán rá akarnak erőszakolni a magyarországi baptistákra. Ilyen funkciója nincs a Baptista Világszövetségnek, vagy az Európai Baptista Szövetségnek. Nincsen ilyen mert funkciója. Mert hogy nem vallási, de hát ugye vannak ilyen szervezetek, és igen. Mondjam azt, hogy szövetségek, ahol hát nem mindig ugyanaz a mérce, de hát akkor ezek szerint itt ilyen nincs. Ilyen nincsen. Na menjünk akkor vissza egy kicsit. Milyen szociális intézmények vannak, illetve velük hogyan, miként kell foglalkozni? Magyarországi Baptista Egyházhoz nagyon-nagyon sokféle szociális szolgálat kötődik. Már a kezdetekkor nagyon gyorsan mi baptisták genetikailag valahogy bennünk van ez a szociális történet. Árvaházat alapítottunk, idősek otthonait kezdtük el, és aztán később, 20 évvel ezelőtt például megalapítottuk a Baptista Szeretett Szolgálat Alapítványt, amely bővülő módon egyre több szociális intézményt tart fönn, szociális vagy segélyszervezeti munkát végez, de gyülekezeteinkben is 150-t meghaladja azok a különböző intézmények, szociális szolgálatoknak a száma, amik szerte az országban, Magyarországon, vagy innét kiindulva másutt a világon jelen vannak. Én azt olvastam, vagy hallottam, hogy a segélynyújtás, és éppen itt erről a szolgálatról van szó, 18 országban van, lehet, hogy 17 vagy 19, de én legalábbis ezt olvastam, és akkor ez azt jelenti, hogy rendszeresen és folyamatosan ez a fajta szeretett szolgálat jelen van valahol a világ valamelyik országában. Tehát 18-ból lehet, hogy van Egyesült Államok, vagy nem tudom, Afrika, vagy Nyugat-Európa, szóval merre vannak? A szeretett szolgálatnak a tevékenységében vannak olyan reagálások, amikor valamilyen katasztrófa vagy nehéz helyzetre reagálnak egy-egy országban, és rövidebb, hosszabb ideig ott segít. De vannak olyanok, ahol hosszabb ideig ott maradnak és segítenek. Például ilyen Haiti, ahol fölépült egy árvaház, magyar segítséggel. Csak illetve... bocsásson meg, nem felejtse szavát, csak azért egy zárójeles félmondat, hogy nem véletlen, hogy éppen elnök úr Haitit említi, hiszen ott valami hatalmas földrengés és mindenféle pusztulás volt, tönkrement az egész ország, és a segély nélkül azt hiszem nem tudnának semmire menni. Így van, és hogyha elkezdünk segíteni valahol, akkor olyan, mint hogy meglátjuk a cérnát, jön a gombolyag. Uh-huh. Tehát, hogy elkezdünk segíteni egy kisgyermeket, mert árván maradt, és mi lesz vele, akkor legyen egy árvaház. De hogyha felnő, akkor hogyan tud tovább tanulni? Akkor meg kell nézni, hogy iskolát tudunk-e segíteni. És az amerikai baptisták segítségével, magyar baptisták és különböző más segítőkkel létrejött egy iskola. De na, de hogyha végez az iskolából, mi lesz vele? Hogyan lehet tovább segíteni? Most azon dolgoznak a szeretett szolgálat munkatársai, hogy hogyan tudunk valamifajta kvázi munka lehetőséget ez biztosítani. Pontosan. Tehát, hogyha valamire azt mondtuk, hogy hűséget fogadtunk, segítséget fogadtunk, akkor nem lehet felébe harmadába hagyni. Na, igaz. Na most, akik elmennek tényleg és segítséget nyújtanak a rászorulóknak, önkéntesek mindannyian? Egyrészt magyarországi baptista egyháznak a munkatársai önkéntesek, de vannak közöttük olyan profi szakemberek is, akiket a szeretett szolgálat megtalál akár Magyarországon, akár szerte az egész világon. Hiszen baptisták szinte minden országban vannak a világon, és vannak ekközben olyan szakemberek, akik a különböző térségekben élnek. És hogyha van Ázsiában egy katasztrófa, akkor nem biztos, hogy innét kell vinni oda tűzoltót, hanem lehet, hogy a szomszéd országban vannak olyan baptisták, akiknek tudnak önkéntesként bekapcsolódni és segíteni, csak szervezni kell, össze kell fogni ezt. Hát akkor ez egy nagyon gyümölcsöző munka mindenféleképpen, és tényleg békésen egymás mellett dolgoznak és egymás segítik. De most ne tartsa furcsának a kérdést, azért kérdeztem az önkénteseket. Például, akik önkéntesek és kimennek, van köztük, aki nem baptista, csak bejelentkezik, hogy szeretne menni? Igen, vannak nem baptista önkénteseink. Nem baptista baptisták. Akik segítik ezt a munkát, hiszen mi sem azoknak segítünk, akik baptisták,
hanem ez embereknek az. Segítünk, és emberek segítenek. Az, hogy éppen a csatorna az éppen arra van, az van ráírva, hogy baptista, az egy dolog, de mi embereknek segítünk emberekkel. Na most ne csodálkozzanak a nézők, és hát elnök úr persze nem fog csodálkozni, hogyha egy olyan dolgot hozok föl, amit hát nem valószínű, hogy tudnak. Van egy hölgy, úgy hívják, hogy Lange Mese, őt véletlenül megtaláltam, aki elmegy Zambiába, Mongu városába, meg lehet nézni, hogy hol van, de hirtelennyiben azt hiszem én sem tudnám megmondani, hogy Zambián belül hol van Mongu, és ott van egy Hlubi nevű dél-afrikai népcsoport, és ő elmegy oda egy Tigris program keretében segíteni, elsősorban a gyerekeknek. Szóval, hát azért ilyet megtalálni. Most sok olyasfajta program van, vagy projekt, amiről nem nagyon tudnak, de ilyen értelemben kicsit furcsa vagy egzotikus. A keresztény élet és a keresztény világ egy hatalmas felfedezés. Én azt tapasztalom, hogy ez az életemnek egy ilyen különös csodája, hogy annyi minden van ebben a világban, aki belemerül ebben, sok mindent felfedez. Amikor például azt mondjuk, hogy a Szentírás, hiszen egy olyan szervezettel dolgozik MSE együtt, akik a Szentírást szeretnék érthetővé és elérhetővé tenni mindenki számára. A nyelveket tud ezek szerint. Így van. Ő ezzel a szervezettel dolgozik együtt, de például ott ilyen a kérdés, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon azon a nyelven egy adott nyelvre lefordított Bibliát elolvasni, például olvasnia kell tudni. Hát ez az. És ahhoz, nem mindenhol tudnak. És nem mindenhol tudnak. Úgyhogy akkor el kell kezdeni segíteni abban, hogy olvasni tudjanak, hogy aztán majd a kezükbe vehessék a Szentírást, egyik vagy nagyobb vagy teljes részét, és el is tudják olvasni, és aztán az életükre tudják alkalmazni. Apropó Szentírás, idézek. Megformálta az embert az Úristen a földporából, az élet lehelletét lehelte orrába, így lett az ember élő lényé. Na most ezt azért citáltam, mert létezik önöknél a hónap igéje. Most ez a hónap igéje, de ugye van a hónap gondolata, a hónap ígérete, a hónap imája. Ez hónapról hónapra változik, és ha igen, akkor kitalálja ki, hogy éppen mi legyen. Van egy kommunikációs munkatársi csapatunk. Igen. És van áhítatunk minden napra ige, minden napra hozzátartozó üzenet, és ezek a erre épülő további gondolatok, mert szeretnénk tartani a kapcsolatot, a közösséget ezzel a széles baptista körrel, vagy azokkal, akik szimpatizálnak velünk, és a szívükre helyezni olyan ehető falatokat. Ez olyan, az Istennel való kapcsolat is olyan, mint az étel. Azt is falatonként kell elvenni. És ezek az ígék, ezek az üzenetek is így falatonként érkeznek hozzánk. Hát ha már a kommunikációt említette, akkor nyilvánvalóan az elnöknek az is feladata, hogy ezekkel a munkatársakkal most a szó legjobb értelmében tartsa a kapcsolatot, netán hát ötleteket is kell nekik adni, mert azért a kommunikációs szakember nem mindig találja ki az elnök gondolatát. Igen, nagyszerű munkatársakkal dolgozok együtt, de valóban ez így van, hogy sokféle adott esetben irányokat, és egy új ciklusban újabb és újabb irányokat kell találni. Oktatás. Igen. Mert ez egy nagyon fontos lehet önöknél. Így van. Kiket és hogyan oktatnak? Egyrészt a gyülekezeteinkben is folyik oktatás. Mi a kezdetektől kezdve, ahogy van baptista gyülekezet, úgynevezett vasárnapi iskolát tartunk. Aha. A kezdet-kezdeti még felnőttek számára is volt. Máshol is, külföldön is? Külföldön is. Ez jellemző a baptistákra szerte az egész világon. És gyerekeinket, fiataljainkat, felnőtteket oktatjuk a gyülekezeteinkbe. Emellett pedig nagyon sok oktatási intézményünk is van, ahol pedig a különböző háttérből jövő baptista, nem baptista, keresztény, vagy éppen nem elkötelezetten keresztény gyerekeket is tanítjuk. Mi hiszünk ugyanakkor a lelkiismeret és a vallás szabadságába, tehát senkire nem erőltetjük rá a hitünket és a meggyőződésünket, hanem segítjük, hogy megélhesse azt az életet, amit úgy érez, hogy a magáé. Értem. Hát akkor, ahogy mondani szokták, semmiféleképpen az anyagi vonatkozásokat nem lehet kihagyni. Két dolog miatt kérdezem. Az egyik az, hogy nyilván ott vannak a létesítmények, az intézmények, szándékosan nem templomot mondok, hanem mondjuk az imaházak, ezeket fel kell építeni, és a fenntartásuk is költséges. Ez a kérdés egyik fele. A másik fele, hogy vannak-e támogatók, és vannak kik? A gyülekezetek tagjai azok önkéntes adományokkal támogatják a közösséget. És azt tapasztaljuk, mivel
mi hitvalló felnőtt keresztséget gyakorlunk, ezért akik csatlakoznak a gyülekezeteinkhez, sokkal elkötelezettebbek általában. És az adományaik tekintetében is néha nagyon komoly adományokat adnak. Én most voltam vasárnap délután Szombathelyen, ahol egy nem egész 10 éves baptista közösség tudott egy nagyon komoly épületet vásárolni és felújítani. Igaz, hogy széles baptista körből is kaptak segítséget, de végeredményben a legnagyobb részét ők fizették ki. Igen. És ez a közösség, amiben talán egy 50-60 ember olyan, aki ténylegesen tud adni, és mégis meg tudták oldani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly, odaszánt, adakozó, lelkes emberek vannak, akik ebben segítenek. Amellett természetesen az intézményeknél pedig, mint állami feladatot vállalunk el át, ezért az állami finanszírozást kapjuk az intézményeinkre, és abban pedig az a fajta rend van, mint ami más, bármely más egyház, intézmény fenntartó egyházra vonatkozik. Egyébként érdekes most, amikor szinte nap, mint nap és hétről hétre a pedagógus megmozdulásokról hallunk, akkor nagyon sokszor az is elhangzott, és nyilatkoztak is egyházi emberek, hogy érdekes módon az egyházi iskolákkal nincs semmi gond. Mi azt tudom, ez egy másik műsor témája, igen, de azért ezt nem hagyom ki. Nem akarok senkit sem elítélni, meg sem felemelni. De lelkipásztor még szép, hogy nem. De azt tapasztalom, hogy az egyházi iskolákban, és azon belül a baptista iskolákban is egy alapvető nyugalom van. Tehát mi, amikor kollégákkal, iskolavezetőkkel, szülőkkel találkozunk, akkor én úgy érzem, hogy kiszámíthatóan igyekszünk, láthatóan, várhatóan, kiszámíthatóan mozogni, és úgy tapasztalom, hogy ez visszhangként jön az intézményekben is vissza. Hát az, hogy a hívek imádkoznak, az odáig rendben van, ezért is hoztam elő az előbb a hónap imáját, hát nyilvánvalóan azt tudják, magukévá teszik, az odáig rendben van. De például az elnök, a lelkipásztor mikor szokott imádkozni? Ön. Egyrészt minden nap imádkozom, reggel, amikor fölkelek, vagy amikor indulunk, és ott ülünk a reggeli asztalnál a feleségemmel, és a kávénkat elfogyasztjuk, akármennyire is sürgős az a nap, de azért elővesszük a Szentírást, és elővesszük a mi egyházi áhítatunkat, áhítatos könyvet, és elolvassuk az igét, átgondoljuk egy-két mondatban, egy fohásszal indulunk a napnak, és aztán a nap során újból és újból van erre lehetőség, sőt szükség. Nagyon sokszor van úgy, hogy felfohászkodom ilyen és nehezebb kérdésekkel kapcsolatosan, és akkor Úram, most adj tanácsot, segítséget, vezetést. Valahol a Szentírás azt mondja, hogy van az imának ideje, és ugyanakkor azt is mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, ami azt jelenti, hogy van egy elkülönített idő, amikor csak Istennel tudom tölteni azt az időt, de igazából úgy kell élnem, hogy tudatában és érzetében annak, hogy az Isten jelenlétében élek. Volt-e arra példa, hogy nyilván volt, hát elég régen ezen a csodálatos pályán van, hogy én most nem arra gondolok, hogy hitvita, mint annak idején a történelemben is nagyon sokszor előfordult, de például, hogyha leül egy nem Isten hívővel, egy ateistával beszélgetni. És én most nem azt mondom, hogy rábeszélni, hiszen az előbb mondta, hogy senkire nem akarják rá erőszakolni a baptistait. De hogyha az az illető beszélgető partner azt mondja, hogy én ezért meg ezért nem, akkor szándékosan nem használom azt a szót, hogy akarja meggyőzni, de hogyan viszonyul hozzá, hogyan beszélgetnek, akár egy pohárbor mellett? Egyrészt én is normális ember vagyok. Tehát mindenféle témáról lehet beszélgetni az emberekkel. És nem csak arról, amit úgy mondunk, hogy hitéleti vagy keresztény témák. Beszélhetünk az autótól kezdve, az időjáráson át, az építkezéstől a mindenféle dologig. És ezekben a dolgokban is megnyilvánulhat az, hogy én hogyan gondolkodom. Mert a hívő ember, az a meggyőződésem, a különbség teszi a különbséget. A hívő ember adott esetben másképpen viszonyul egy-egy dologhoz. És lehet, hogy ez is felkeltheti az illető érdeklődését. Másrészt igyekszem megismerni a másik embert. Miért gondolkodik úgy, ahogyan gondolkodik? Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok embernek nem úgymond Istennel van baja, hanem olyan tapasztalatokat szerzett, amit Istenre
vagy a kereszténységre ráfogják. Így van. És ezeket, ha földolgozzuk, és előbukkannak ezek a kérdések, lehet egészen más módon és más szinten lehet ezekről a dolgokról beszélni. Az elnökség 4 évre szól? Igen. Hát most miután néhány nap telt el azóta, hogy önt újra választották, akkor gondolkodik-e azon, arra jutott eszembe, hogy az előbb az életpálya szót használtam, hogyha Isten is úgy akarja, akkor 4 év múlva megint, vagy pedig Isten útja is kiszámíthatatlanok. Nagyon nehéz nekem 4 év múlvára gondolnom. Az a jó, hogy én lelkész vagyok. Hát szeretné, vagy nem szeretné? Én kész vagyok arra menni, amerre a közösség és az Isten vezet. És most itt látom a helyemet, és hogyha 4 év múlva Isten azt akarja, és a közösség azt akarja, és az én meggyőződésem, akkor kész vagyok természetesen ezt is folytatni. De mivel hívember, és emellett lelkipásztor vagyok, ez bármikor ilyen értelemben egy biztonsági háló a számomra, hogy tudom folytatni az életet enélkül, a titulus nélkül. Az életen nem arról szól, hogy egyházelnök vagyok. Most éppen egyházelnök vagyok. De ugye a test és a lélek egységéről, legalábbis szándékolt egységéről nagyon sokan beszélnek, és amikor eljött hozzánk ide a stúdióba, akkor itt az egyik kollégám mondta, hogy micsoda jó kiállású az elnök úr, sportol? Hát próbálok egy kicsikét, különösen most a gyermekeim, a lányaim mozgatják ezt a dolgot, hogy szükséges. Régebben talán többet mozogtam, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és öröm volt önnel beszélgetni. Én köszönöm a lehetőséget.